Augusztus 15-től a 4-es számú főút 66-os kilométerétől Albertírsáig megnyitnak kétszer két sávot, ami sokkal biztonságosabbá teszi ezt az útszakaszt. Erről is szó lesz bővebben a mai híradóban, de most lássuk további híreinket röviden. Útfelújítások, gréderrel javítottak az út minőségén az Őrkényi út folytatásában. Tűzesett Cegléd-Bercelen mesterlövészt is bevetettek gázpalack hatástalanítására. És keresik a megoldást, egy uniós szabály veszélyezteti a pálinka ágazatot. Ez itt a híradó szerda este itt a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Augusztus 15-től a 4-es számú főút 66-os kilométerétől Albertírsáig megnyitnak kétszer két sávot, ami sokkal biztonságosabbá teszi ezt az útszakaszt. Eddig azonban nem javultak a tavalyi adatokhoz képest az elmúlt fél év baleseti statisztikái, hangzott el a Városi Baleset Megelőzési Bizottság ülésén. Kettővel több halálos baleset történt a közutakon az elmúlt fél évben a tavalyi év adataihoz viszonyítva, mondta Szabó Zoltán a Városi Baleset Megelőzési Bizottság ülésén. A rendőrszázados úgy fogalmazott, a közutakat tekintve a 4-es számú főút balesetveszélyességi szempontból kiemelt jelentőségű. Mivel az útépítés is folyik, és ugye a kétszer két sáv le van szűkítve egyszer egy sávba, ezek a legveszélyesebb részek. Amit elmondhatok az, hogy az augusztus 15-e az az időpont, amikor elvileg a kutaktól a két kút, ami a 4-es számú főút 66-os kilométerében található, onnétól Albertírsáig a kétszer két sáv előreláthatólag meg lesz nyitva. Úgyhogy ez egy nagyon nagy terhet fog levenni rólunk is, és a közlekedőknek is sokkal biztonságosabb lesz. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet szentel a baleset megelőzésnek. Ezt a feladatot Sós Zsanett törzsőrmester látja el. A kolléganőm a baleset megelőzési előadó, az folyamatosan járja a nyári táborokat, a nyári rendezvényeket, és a gyerekeket itt elkapja, megfogja, és megmutatja nekik itt kiemelném a különösen a forgalomirányítás fortéjait, és azt hiszem majd a szülőket a gyerekek oktathatják otthon, mert ugye amikor kiállunk forgalmat irányítani, akkor általában a szülők gondban vannak ebben, de egyébként a kerékpáros táborokban és minden táborban megjelenünk, és ott balesetmegelőzési előadásokat tartunk. A két keréken Cegléden elnevezésű rendezvényt pedig szeptember 22-én tartják majd. A nagy sikerű prevenciós napot elsősorban a két kerekű járművek vezetőinek szervezik. A rendezvényen lesz lehetőség a kerékpárok regisztrálására, a motorok átvizsgáltatására, valamint ügyességi versenyen és kreszteszten is megmérettethetik majd magukat a résztvevők. A Városi Baleset Megelőzési Bizottság ülésén egyebek mellett egyeztettek a 2017-es, 2018-as tanévről, az elmúlt fél év baleseti és közlekedés rendészeti adatairól, valamint a 2018-as, 2019-as év feladatairól is. Gréderrel javítottak az út minőségén az Őrkényi út folytatásában, azokon a szakaszokon pedig, ahol korábban szikkasztó árok volt kialakítva, ott a növényzet írtásával és az árok profil kialakításával állították helyre az árkokat. A gréderrel pedig burkolt szakasz után a Jáger útig egyengedték járhatóvá az útszakaszt. A munka elvégzése után az út most már két nyomon is jól járható, de dolgoznak a Láp utcában is. Ez az utca a fagyok utáni olvadáskor nehezen vagy egyáltalán nem volt járható. Az árkok kialakításával megoldódik a vízelvezetés. Az árakból kikerült földet pedig beépítik az útba, ezáltal az út szintje magasabbra kerül, így kisebb eséllyel alakul ki sár. A profil kialakítás után 10 cm vastagságban bontott törbetont is lehelyeznek, ez megoldja a hosszabb távú állagmegőrzést. Ceglédi és Nagykátai tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakemberei vonultak Cegléd-Bercelre ma délelőtt, és még mesterlövészt is bevetettek gázpalack hatástalanítására. Egy műhely gyulladt ki a településen.
teljes terjedelmében égett a mintegy 100 négyzetméteres épület, és benne két személygépkocsi. A műhelyben oxigén és diszugáz palackok is voltak. A ceglédi hivatásos tűzoltók oltani kezdték a lángokat. A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is, de a rendőrség és a mentőszolgálat is kivonult a helyszínre. A pálinka ágazat tönkretételéhez vezethet, ha a csipszadóként ismertnet a rárakódik a Hungarikumnak minősített italra, mondta Bolyhos Zoltán híradónknak. Egy unió szabály szerint kellene kiterjeszteni a pálinkára az adófajtát. A minisztérium és az érdekképviselet is keresi a megoldást, ami egyelőre még nincs meg. Az országban 140 kereskedelmi és több mint 5000 bérfőzde üzemel a megélhetésüket. Kisebb fajta katasztrófa. Ennek a pálinka ágazatnak teljesen a tönkretétele fog lenni. Így fogalmazott Bolyhos Zoltán arról, milyen hatása lehet, ha kiterjesztik a netát, vagyis a csipszadóként ismert közterhet a pálinkára. Ha jelen pillanatban megnézzük a pálinka árait, és mondjuk beszéljünk egy általunk készített pálinkáról, aminek egy liter ára 5000 forint, hogyha ez egy 50 fokos pálinka, hogyha erre rá fog menni az 1100 forintos literenkénti neta, illetve hozzá tapadó áfa, ez közel 1500 forintos áremelés fog okozni, ami azt jelenti, hogy 6500 forint fog lenni ez a termék. Én úgy gondolom, jelenlegi helyzetben ilyen áron terméket a polcon nem lehet majd eladni. A hazai kereskedelmi pálinka főzők tavaly 2 millió liter 50 fokos pálinkának megfelelő 1 millió 50 ezer hektoliter fokot termeltek. Bár ez a mennyiség elvben 2 milliárd csipszadó bevételt vetít előre. Az áremelés felezheti a keresletet, ami pálinka főzők tömegének megszűnését, és végül 5 milliárdos adóbevételzónást eredményezhet. A neta, vagyis a csipszadó kiterjesztésére egy uniós szabály kötelezné a magyar kormányt. Bolyhos Zoltán értetlenül áll azelőtt, miért kellene a pálinkát ugyanúgy adóztatni, mint az egészségtelennek minősített ételeket, italokat. Hogy kerül ide a pálinka? Itt az elsődleges kérdés, én ezt nem értem. Én úgy gondolom, hogy első kettő hogy a pálinka és a törköly pálinka az lett Hungarikum, mert ez egy biztonságos élelmiszer, jó minőségű, ennek semmi köze, hogy a netához tartozzon. A segítő szándék minden oldalról megvan, mondta Bolyhos Zoltán. A Pálinka Nemzeti Tanács, illetve a minisztérium is keresi a megoldást, ami egyelőre még nincs meg. Hogy milyen döntés születik, az mintegy 140 kereskedelmi és több mint 5000 bérfőző életét határozza meg, a megélhetésüket. A lovakkal, mozgásukkal és a lovaglással ismerkedhetnek a héten a Fület anyatáborában a fiatalok. A kezdők futószáron, még a haladók már önállóan is lovagolhatnak, természetesen azért felügyelet mellett. A lóháton különböző gyakorlatokat kell teljesíteniük, valamint a megfelelő ülést kell elsajátítaniuk. Kobakkal és gerincvédővel ültek lóhátra a fiatalok a Fületanya lovas táborában. Az egészen kicsik még futószáron gyakorolták a lovaglás alapjait, a haladók pedig a karámban körözhettek lépésben és ügetésben. Aki kezdő, de jó mozgású, vagy jó mozgás műveltséggel alappal rendelkezik, az még az ügetést is el tudja, tehát a lépést és az ügetést el tudja sajátítani, ami azt jelenti, hogy innen már egy jó alappal indulhat ahhoz, hogy újra visszatérve majd a lovas ismereteit bővítse. Nyilván ez még az alapnak az alapja, de kedvet csinál, motivációt arra, hogy majd később tudja ezt folytatni. A védőfelszerelés mellett nagyon fontos az is, hogy az iskolaló megfelelő tulajdonságokkal rendelkezzen. A rendkívül jó idegrendszerű, nyugodt, békés lovakra teljes biztonsággal felülhetnek a gyerekek, hangsúlyozta a táborvezető. 5-6 olyan lovunk van, akivel a teljesen kezdők is teljes biztonsággal lovagolhatnak, és ők tanítják a lovast. Nyilván, mert ha két rutintalan ló és egy rutintalan gyerek kerül össze, abból semmi nem lesz, tehát a lónak egy olyan nyugodt, békés természetűnek és empatikus készséggel is kell már rendelkezni, és a lovak képesek is erre. Tehát itt láttam már olyat, hogyha meginog a gyerek, a ló megáll azonnal. A táborban olyan fiatalok is részt vettek, akik már évek óta lovagolnak. Horváth Levente például 3 éve űzi ezt a sportot. Azért kezdtem el, mert nekem tetszik ez a sport, és nagyon sok a lovak is, úgyhogy ezért választottam ezt. Egyébként mást is csinálok, de nagyon tetszik.
legalább itt állatok is vannak. Levente már versenyeken is szerepelt, stábunknak pedig a későbbi céljairól beszélt. Az a tervem, hogy minél több versenyen részt vegyek, és minél jobb eredményeket érjek el. Nagyjából ennyi. A táborban nem csak a gyakorlatra, hanem az elméletre is nagy hangsúlyt fektettek. A kicsik egy hatalmas lovas képről ismerhették meg az állattest felépítését. A ló testrésze. Na mondjad, hangosan. Mindemellett a gyerekek a trambulint, a pingpongasztalt és a csocsót is kipróbálhatták, valamint a nagy melegben a medencénél is játszhattak, és volt lehetőségük lovaskocsikázni is. A ceglédi foci csapatnál is megkezdődött a felkészülési időszak, és ezzel együtt az átigazolási szezon is. Szép számmal érkeztek új játékosok, de emellett távozókkal is számolniuk kell. Miközben az egész világ focinázban ég, a ceglédi foci csapat is megkezdte felkészülését a következő szezonra. Tavaly 9. lett a csapat, ez nagy előrelépés volt az előző évhez képest. Ebből erőt merítve kezdtek neki most az edzéseknek. A csapat összetételét tekintve azonban történtek változások. Eredetileg a vezetés és a szakmai stáb pár helyen szerette volna megerősíteni a csapatot, hiszen ugye tavaly 9. helyen végeztünk, ez elégedett volt mindenki, ez egy jó pozíciónak mondható, viszont hát az életnek az átigazolási szezon az ilyen, azért ért minket egy-két meglepetés, akivel nem számoltunk, hogy távozni fog a csapattól. Kettő közül kiemelném Damás Gyalexet és Nyilas Eleket, akik távoztak a csapattól, úgyhogy az ő helyüket is pótolnunk kell. A középpálya megerősítésének érdekében Sopronból, Kazincbalcikáról és Jászberényből érkeztek új játékosok a csapatba. Az átigazolások azonban ezzel nem értek véget, hiszen a tárgyalások egészen a 2018-19-es bajnokság kezdetéig tartanak. Vannak próbázók, vannak akiket már itt tartottunk a klubnál, akit be tudunk jelenteni, és vannak nagyon fontos maradóink is, akik eddig kölcsönben voltak, és itt tudtak maradni. Közülük kiemelném Mósics Rolandot, aki azt gondolom, hogy az NB2 egyik, hanem a legjobb kapusa. Ismét a csapatunknál tudhatjuk, hiszen a Békésőbb a kölcsönjátékosa volt ez idáig, most már a mi játékosunknak mondható. Érkező oldalról pedig, akit be tudok egyelőre jelenteni, az a Gyürki, Sigér és a Lukács. A következő szezonra kitűzött célokat még nem határozták meg. Nagyban befolyásolja a többi NB2-es csapat keretének alakulása is. A csapatok véglegesítése előtt tehát nem lehet biztosan tudni, milyenek lesznek az erőviszonyok, mondta Kőházi Ádám. Nem tudjuk, hogy milyen erőt tudunk képviselni, hiszen gyakorlatilag másfél hete, csütörtökön lesz két hete, hogy megy a felkészülés. Össze kell forni a csapatnak, még egy edzőmérkőzést játszottunk le, tehát még kell, hogy lássuk mi csapatunkat is, illetve hát folyamatosan még tegnapi napon, ma reggel is volt más NB2-es csapatoknál játékos bejelentés, azért ez merőben befolyásolhatja majd azt, hogy hova pozícionálják magunkat. Én azt gondolom, hogy a július végén, 29-én vasárnap kezdődik a bajnokság, azon a héten már nagyjából azért látnunk kell, hogy hol várjuk a csapatot. Következő mérkőzésük ma szombaton lesz. Hajrá, vasutas! Imént híreinket és sok más információt is megtalálnak honlapunkon a ctv.hu-n. Ez volt a Iradó Szerdán itt a Ceglédi Városi Televízióban, friss hírekkel legközelebb holnap este, akkor ismét jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!